Az elmúlt napok hideg éjszakái után délcsípte táj fogadja a tanyákon élőket reggelenként. Ezekben az időkben különösen fontos a falu és tanyagonnak segítsége a külterületen élőknek. A bokortanyák terepiszonya is megnehezíthetik időnként a munkát, nem ritka, hogy szántások mentén vezet az út a házhoz, ahová naponta ki kell szállítani a meleg ebédet. Összetett egy dolog az egész, szóval ugye meleg ételt szállítunk az időseknek, de mellett ugye minden mást segítünk, amiben kell, ha kell, bevásárolunk, gyógyszert kiváltunk. Ha mód és lehetőség van, akkor háziorvosi rendelőbe szállítjuk a betegeket, vagy akár az egészségügyi intézménybe. Hát ugye ez azért olykor-olykor nehezebb megoldani. De ezen kívül bármi más, hogy házi segítségnyújtás kell, valakinek fát kell vágni, vagy csak egy zárat megszerelni, hát mindent így. Így összetetten mindennel foglalkozunk szinte. Bár a kutyák néha megugatják a tanyagondnokot, a házban élők már várják az ételt, hozza is a néni az üres ételest. Ilyenkor nem csak meleg ebéd érkezik, hanem néhány jó szó is. A nagy hideg ellenére belefér egy kis beszélgetés az idősekkel, ilyenkor derül ki, mire van még szükség az ételen kívül. Jövök. Csókolom, minden jó. Viszlát. A gyors elköszönés után már megy is a tanyagondnok a következő címre, ahol szintén várja őt a ház tulajdonosa. Hát, rendben az már nem lesz sose. Hosszú beszélgetésre azonban itt sincs idő, sok házhoz kell elmennie a tanyagondnoknak egy-egy körzetben. 8-tól van a munkakezdésünk, 4-ig tart hivatalosan, de hát ez nagyon relatív, mert ugye van, amikor hamarabb kezdünk és később végzünk, hát ez mindig a napi feladattól függ. Hát általában most nekem durván 50 kaján van, amit viszek ki, ugye 50 embernek viszek meleg ételt, de hát ezen kívül ugye sokkal több ügyfelünk van, mert minden közügyfelünk az adott területen, úgyhogy 0-100 éves korig, így mindenki belefér. Nyíregyházán kívül falu és tanyagondnoki szolgálat a Vármegyében még számos olyan helyen működik, ahol a település szerkezet ezt szükségessé teszi.